Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Bence Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk a következőkben. Rendben zajlott a választás Tolnán. Április 25 és 29-e között kezdődik az óvodai beiratkozás Tolnán. Tavasz köszöntő koncert. Számos programmal készül a Tolnai Kulturális Központ. A menekültek megsegítéséért tartottak jótékonysági koncertet. Tolnán rendben lezajlottak az április 3-ai választások. A városban a szavazásra jogosult polgárok közel 69%-a vett részt a voksoláson. 1004 dr. Huber Éva jegyző elmondta, szerencsére fennakadás nem történt, és a bizottságok felkészültek voltak. A 2022-es magyarországi országgyűlési választás a rendszerváltás óta eltelt időszak 9. általános parlamenti választása volt. A választással egy időben népszavazást is tartottak. Ezen a napon már reggel 6 órától lehetőségük volt a polgároknak, hogy leadják voksaikat. Nem volt ez másként Tolnán sem. Tolnán és Fácánkertben, mert a Fácánkert település is hozzánk tartozik, rendben lezajlottak a választások. A választópolgárok nagyon aktívak voltak, reggel 3-4-6-kor már sorakoztak a szavazókörökben, és arra vártak, hogy menjenek a szavazóhelyiségek és választhassanak. A választójogosult állampolgárok közül Tolnán 69% vett részt a választásokon, Fácánkertben pedig 66% ment el szavazni. Hát szerencsére nem volt semmilyen fennakadás, a bizottságok felkészültek voltak, és türelmesek voltak mind a bizottságok, mind pedig a választópolgárok, mert ugye a magas részvétel miatt sokszor sorban álltak a szavazóhelyiségek előtt. Elég magas volt a mozgóurnát igénylők száma is, mondta a jegyző. Főleg az egyes szavazókörben ott 40 fölötti állampolgár kérte a mozgóurnát, de az egész településen egész nap szinte mozgóurnáztak a kollégáink és a bizottságok. Tolnán 13 szavazókör volt, és tehát 13 helyszínen, Fácánkertben pedig egy szavazókörben szavaztak az állampolgárok. Ezúttal nemzetközi megfigyelők is voltak a településen. Szombaton is, illetve vasárnap is, és mindent rendben találtak. Nálunk én most már 30 éve veszek részt a választásokon, ez volt az első alkalom, hogy nemzetközi megfigyelőket is kaptunk. Szombaton a szavazóhelyiségeket nézték meg, hogy hogy van berendezve, mit látnak ott, vasárnap pedig a választás menetét figyelték. Tolna megye egyes száma választókerületében a Fidesz-KDNP színeiben induló Horváth István a leadott voksok 56,27%-ának megszerzésével győzött, és így ő lett a térség országgyűlési képviselője. Jótékonysági hangversenyt tartottak Tolnán azon menekültek megsegítésére, akik másfél hónappal ezelőtt még a megszokott életüket élték. Az eseményt a Fusz János Zeneiskola rendezte, amelyhez többek között a helyi iskolák is csatlakoztak. A befolyt összegből a tervek szerint élelmiszert, tisztálkodó szereket és más szükséges termékeket vásárolnak majd. A zene erejével fejezzük ki mélységes együttérzéseinket a háború okozta a traumát átélő gyermekek és felnőttek iránt. A Fusz János Zeneiskola tanulói és tanárai, karöltve az anyaintézmény Mosinszky Mor általános iskola tanulóival és tanáraival, egy emberként álltak-e nemes célszolgáló kezdeményezés mögé, pozitív energiát sugározva az elesett emberek felé. Külön öröm számunkra, hogy a vírushelyzet lehetővé teszi, hogy élő hangverseny keretében valósíthatjuk meg a mai programot. A mai háborúval vészterhes világban a Tolnai Fusz János Zeneiskola is úgy döntött, csatlakozik azokhoz, akik az Ukrajnából menekülőket támogatják és segítik, hiszen már a városba is érkeztek családok. Ennek okán rendeztek jótékonysági koncertet a helyi kulturális központban. Egy kis lelki táplálékot, egy kis megnyugtatást nyújtsunk az Ukrajnából menekültek számára. A mai jótékonysági est a zeneiskola kezdeményezésére jött létre, és hát a nemes cél érdekében egy emberként a városnak az iskolái is kis műsorral szeretnének kedveskedni a szülőknek, hozzátartozóknak, illetve az érdeklődőknek, illetve azok számára, akik adományokkal szeretnék segíteni ezt a célt. A zeneiskola részéről egyértelmű volt, hogy a legnívósabb szerzeményeink kerüljenek bemutatkozásra, hiszen itt megyei, illetve országos vagy regionális versenyeken fellépő gyerekek eredményeit is szeretnénk egy kicsit megmutatni és propagálni a város felé. Országos klarinét versenyen résztvevő, vagy megyei zongora versenyen résztvevő növendékünk, vagy a közeljövőben megrendezendő fuvolás találkozón résztvevő gyerekeink is bemutatják tudásukat.
és a saját részről nagy örömömre szolgál, hogy április 1-én a zeneiskola énekkara minősítő koncerten vett részt, ahol dicséretes aranyminősítést kaptunk, és hát ezt a műsort hoztuk erre az alkalomra még. A város részéről nem volt megkötés, nagyon aranyos produkciókkal készültek az iskolák, volt, aki verssel jelentkezett, volt, aki énekes produkcióval, illetve egy kis német nemzetiségi tánccsoport is bemutatja a maga kis tehetségét, műsorát. Tizenöt műsorszámot számoltunk meg a fellépők sorrendjében. Ki hosszabb, ki rövidebb műsort ad. Úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan kezdeményezés, ami esetleg folytatást is hozhat. De abban reménykedünk, hogy ez a háborús helyzet nem lesz hosszantartó, és az erre adott adományok elérik céljukat, és mi ezzel tudunk hozzájárulni a megnyugváshoz. A rendezvényen Appelszoffer Ágnes polgármester is részt vett. Beszédében elmondta, a befolyt összegből élelmiszert, tisztálkodási szereket és más szükséges termékeket vásárolnak majd a menekültek számára. Jelen pillanatban az egyik önkormányzati bérlakásunkban eddig egy édesanya két gyermekkel, egy 15 és egy 5 éves kisfiúval van, és tudomásom szerint még rajtuk kívül is vannak itt menekültek, ők nem az önkormányzat keretein belül kerültek ide. Hihetetlen érzés az, és az embernek összeszorul a gyomra, amikor találkozik velük, mert hogy az ő életük másfél hónappal ezelőtt olyan volt, mint a miénk. Nehezen tudjuk elképzelni a mai világban, hogy háború van, és az embernek el kell menekülnie otthonról. Volt már ilyen, nagyon sokszor volt ilyen. Magyarországon, hála Istennek, nagyon régen, és én azt remélem, hogy sem most, sem a közel és a távoli jövőben mi nem kényszerülünk arra, hogy az otthonunkat elhagyjuk. Én azt gondolom, hogy nekünk az a dolgunk, hogy fogjuk meg egymás kezét, teljesen függetlenül attól, hogy magyar, ukrán, orosz menekültről beszélünk, teljesen mi, itt én azt gondolom, hogy nem azt kell nézni, hogy honnan jött és ki jött, hanem azt kell nézni, hogy segítségre szorul. És ha segítségre szorul, akkor a jó emberek segítenek. És én nagyon köszönöm, hogy Tolnán ilyen nagyon sok jó ember van. Nyilván önök azért jöttek ide, hogy segítsenek ezeknek a menekülteknek, a gyerekek pedig azért vannak itt, és nagyon helyesen, hogy ők ezzel járuljanak hozzá. Több mint 220 ezer forint gyűlt össze a jótékonysági koncerten, a gyűjtés azonban itt nem áll meg. Város szerte több ponton várják még az adományokat. Akkor is megyek, ha nem akarok, ha nem kísér senki utamon. Arcom most első, és szállítja a szél, az ember mindig jobbat remél. Borból lettem, és borrá leszek, félek. Április 25-e és 29-e között kezdődik az óvodai beiratkozás Tolnán. A Vosinszky Moroldához tartozó intézményekben összesen 430 gyereket tudnak fogadni. Mindezek előtt természetesen nyílt napokon is részt vehetnek a szülők, hogy minél szélesebb körben megismerjék a tolnai óvikat. Azok a szülők, akiknek most 3 éves a gyermeke, tudják, hamarosan itt az óvoda választás ideje.
Ez talán az első olyan elhatározás, amivel évekre meghatározzuk gyermekünk mindennapjait, hiszen ettől a döntéstől függ, milyen közösségbe kerül, milyenek azok az óvónők, dadák, akikre rábízzuk, illetve milyen szellemiségben foglalkoznak majd vele nap mint nap. A helyzetet tovább nehezíti, hogy halljuk a rádióban, olvassuk az interneten a megfelelő óvoda kiválasztásának szempontjait. Az ismerősök megosztják velünk tapasztalataikat a környékbeli intézményekről. Hallunk jót és rosszat, majd a rengeteg információ birtokában próbálunk a legjobb tudásunk szerint dönteni. Az idei évben a beiratkozásunk április 25 és 29-e között lesz. Minden nap egy-egy óvodának lesz a beiratkozása reggel 7, reggel 8 és délután 5 óra között, hogy mindenkinek legyen ideje eljönni. Első nap 25-én az Apraja Falva óvodába iratkozókat várjuk, utána a Gesztenyés kert óvoda, a Pittypang óvoda, a Zöld kert óvoda és a Sort a Selyem óvoda beiratkozásával zárjuk. Okmányokat kell hozni a szülőknek, a gyermeknek az anyakönyvi kivonatát, személyigazolványt, lakcímkártyát, tajkártyát, és a szülőnek is kell a személyigazolványa, valamint a lakcímkártyája hozzá. Az öt intézményben összesen 430 férőhely van. Ugye amennyi gyermek elballag, azoknak a helyére tudunk fölvenni gyerekeket, illetve most nem voltunk teljes létszámmal, ezért várhatóan az idei évben 142 gyermeket tudunk majd fölvenni. Ez változó, ugye, hogy melyik telep helyre mennyit. Legkevesebbet az idén a Gesztenyés kert óvodába tudunk felvenni, mert onnan összvisz 10 gyermek ballag el, és így oda csak 10 gyermek tud érkezni majd a következő tanévben. Azt kell tudni, hogy elsőbséget élveznek azok a gyermekek, akik az idén január 1-e és augusztus 31-e között töltik be a harmadik életévüket, mert nekik szeptember 1-én kötelező megkezdeni az óvodát, és azt követően kerülnek majd be azok a gyermekek, akik szeptember 1-től töltik be a harmadik életévüket. Az előző évekhez képest azt vettük észre, hogy általában azok a gyermekek kezdik meg a tanévben, akik ilyen márciusig betöltik a harmadik életévüket. 2,5 évesen csak akkor tudjuk fogadni a gyermeket, hogyha mindenképpen szobatiszta, és hogyha van férőhely az óvodákban. Ugye, aki betölti a harmadik életévét, annak mindenképpen meg kell kezdeni. A törvény nem tiltja, hogy szobatiszta vagy nem szobatiszta gyermeket nem vehetünk fel, de az ANTS-nek az előírásai alapján viszont kéne külön pelenkázó helységnek lenni, ami nincs. Ezért szoktuk azt mondani a szülőknek, hogy kérjük, hogy érjék el a szobatisztaságot, mert itt az óviban nem tudunk pelenkázni, tehát akkor itt az óvónénik, dadusnénik fókuszálnak arra, hogy minél előbb kialakuljon a szobatisztaság, és az ugye általában sokszori átöltöztetés kell, hogyha valakinél ez még nem alakult ki. Természetesen a szülőknek mielőtt beiratnák a gyerekeket, van lehetőségük feltérképezni a helyi óvodákat. Így nem lesz teljesen ismeretlen számukra az intézmény működése. Héten vannak a nyílt napok, hogy a szülők megismerhessék az óvodákat. Tegnap volt a Gesztenyés kert óvodába, a mai napon lesz a Zöld kert óvodába, szerdai napon a Pittypang óvoda várja majd a szülőket, piciket, hogy megismerjék az óvodát, aztán az Apraja falva óvoda, és a végén a Selyem óvoda. Itt mindegyik óvodát meg tudják ismerni, kis vetítéssel készülnek az óvodákba, hogy megismerhessék, hogy milyen jeles napok vannak, milyen rendezvényeket szoktak tartani, milyen az élet az óvodába, és az óvonéniket is megismerik, dadusnéniket, illetve tudnak kérdezni a szülők a pedagógusoktól. Most rövid reklám következik, majd megnézhetik, hogyan varázsolt el játékával az elsősorban nyugdíjasokból álló közönséget Mága Zoltán. Maradjanak velünk, mindjárt jövünk! A DKC Ungaria Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat keres. Lézervágó, lyukasztó, gépkezelő, kiemelt bérezéssel, 3 műszakos munkarendben. Gépkezelő, hajlító és présgépekhez. Valamint csomagoló és festő munkatársakat.
Ha elmúltál 18, a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, vállalnál egy-két műszakot, és fontos számodra a pontos munkavégzés, akkor önéletrajzoddal az ildikó.balonékukat.dkcungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 7030 Tolna belterület 970-110 alatt. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. A Tolnai Lovardában nagyszabású tavaszköszöntő koncert várta a szépkorú polgárokat. A Covid megszorítások után a város vezetése úgy döntött, hogy zenés eseménnyel kedveskedik a nyugdíjasoknak, ezzel is színesítve a mindennapjaikat. A műsor sztár vendége Mága Zoltán hegedű művész volt, akinek az előadás előtt egy operettblokk szórakoztatta az egybegyűlt közönséget. Operes slágerektől volt hangos a Tolnai Lovarda épülete. Több mint 500 szépkorú gyűlt össze a részükre megrendezett tavaszköszöntő programon, és énekelte az előadókkal együtt a dalokat. A teltházas rendezvényen a város és a környező települések időskorú polgárai vettek részt. A műsor az ünnepi beszédeket követően egy operettblokkkal indult, majd Mága Zoltán, Liszt Ferenc díjas hegedűművész és sztárvendégei adtak nagy sikerű koncertet. A Tolnai és a Mözsi nyugdíjas szervezetek szinte teljes létszámmal képviseltették magukat. Nagyon örülünk a rendezvénynek, pláne egy a pandémia után. Nagyon jó egy kicsit kikapcsolódni, összejönni. A társaság nagyon igényli, és az ilyen műsorokat mindenki nagyon szívesen nézi. Természetesen ez a rendezvény, ami most is van, mint ahogy látszik, hogy a terem telik meg. Én jó magam is szívesen látogatok az ilyen helyekre. Azért meg kell hagyni, hogy a Mága Zoltán úr, az nem egy olyan személy, amit az ember minden nap az utcán találkozik vele, és egy jó napot ott köszön. Itt nekünk 20 játszik majd, és szórakoztat bennünket. Hát természetesen ez mindenkinek külön egy nagy élmény lesz. Nagyon örülünk, nagyon szeretem a Mága Zoltán, mindjárt van a túljévi koncerten megnézem a tévébe, de hát most csodálatos élőbe Tolnán Lovardába látni és hallani.
Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sokan eljöttek, de azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül az én meghívásomnak szól, hanem annak a programnak, ami néhány percen belül itt a színpadon mögöttem el fog kezdődni. Appelshofer Ágnes polgármester nyitotta meg a rendezvényt, aki köszöntő beszédében elmondta, hogy az elmúlt 2 év után nagy szükség van az ilyen jellegű összejövetelekre, mert ezek élménnyel gazdagítják az idősek mindennapjait. Nagyon kivannak éhezve idősek, fiatalok arra, hogy a 2 év bezártság után és a betegségek után egy kicsit könnyedebb formában is tudjunk találkozni. Ősszel ugye volt az őszi hacacáré, ami talán inkább a fiatalabbakat mozgatta meg, és most arra gondoltam, hogy ugyan mi ősszel megtartottuk az idősek napjai rendezvényt, de egy kicsit jó volna az időseknek is összejönni, és egy kéréssel fordultunk az EMMI felé, hogy szeretnénk mi is részt venni ebben a programsorozatban, és azt gondolom, hogy hát ennél jobb előadókat nehezen tudtak volna nekünk találni. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, és nagyon hálás azért, hogy ilyen sztárfellépőkkel tudunk itt, vagy tudjuk itt szórakoztatni a nagy érdeműt. És nagyon köszönöm, hogy az esős időjárás ellenére ilyen sok idős eljött. Én azt gondolom, hogy ugyan tavaszköszöntő koncert, és a mai nap egy kicsit az időjárás megviccelt bennünket, de hát a tavasz jön, és én remélem, hogy az egészség is jön, és nagyon remélem, hogy a béke is jön. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki a rendezvény fővédnöke volt, elmondta, hogy felüdülés a Covid szabályok után végre társaságban lenni és együtt ünnepelni. Örömmel váltam a felkérést a Tolnai Szépkorúak tavaszköszöntő műsorára. 3 héttel ezelőtt még a Covid szabályok voltak mindenhol érvényesek, az emberek bezárkoztak, és a találkozások azok elmaradtak, és a tavasz megjövetelével a Covid szabályok is, hála Istennek, az átoltottságnak és a járványveszély legyőzésének ma már háttérbe szorultak a szabályok, és újra szeretnénk indítani az életet, és ez a közösségi program erre lehetőséget biztosít. A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával hoztuk ide Tolnára és Mözsre, és örömteli, hogy több mint 500-an elfogadták a meghívást, és részt vesznek ezen a várhatóan nagyon fergeteges és szívet melengető közösségi programon. Mága Zoltán hegedű művész és vendégei több mint egy órán át szórakoztatták az egybegyűjt közönséget. A következő percekben Vajda Tibor, a Tolnai Kulturális Központ igazgatója számol be az idei tervekről. Többek között szó lesz a Városnapjáról és a már hagyománynak számító Bárka Fesztiválról is. Az idei esztendő sem telik el eseménytelenül Tolnán, mondja Vajda Tibor, a Kulturális Központ igazgatója. Többek között május 17 és 19-e között a Magyar Népművelők Egyesülete a városban tartja az éves vándorgyűlését. Ez egy olyan szakmai találkozó, amelyik hát az éppen aktuális kérdéseket keresi, illetve azokra a válaszokat, és emellett pedig találkozási lehetőséget ad a népművelőknek, a közművelődésben dolgozóknak, hogy találkozzanak, illetve jó példákat lássanak, mutassanak, cseréljenek. Ennek lesz a helyszíne itt a mi intézményünk. Mi szeretnénk egyébként ebbe a 2-3 abba délutánba bemutatni Tolnát és környékét, olyan szabadidős programot, esti programot csinálni, ami emlékezetessé és szép emlékűvé teszi a mi városunkat. Rendszeresen előfordul az egyébként, hogy az államtitkár meglátogatja, vagy előadást tart ezen a rendezvényen, de idén úgy tudom, hogy még nem készült ez el, de hát a szakmai tervet meg különben semmi csináljuk, hanem a Népművelők Egyesülete, és ez még nem derült ki. Tekintve, hogy még ki se írtuk a rendezvénynek a programját, csak azt, hogy lesz, az jelent meg eddig. De a programmal vannak ilyen apró gondjaink a szervezéssel, de hát majd csak-csak megoldjuk. Főleg ezek a problémák anyagi jellegűek inkább. Május végén pedig ismét már a járványügyi korlátozások nélkül rendezik meg a Városnapját. Idén is lesz Városnapja, május 28-án szombaton. A pontos helyszínt még nem jelöltük ki, 2 lehetőség van. A tavalyi kényszerű évhez hasonlóan itt az intézményünk udvarán, ami persze nem kényszerűség tulajdonképpen az idén már,
hiszen az udvarunk azért egy elég nagy hely, és elég jó lehetőségei vannak. A másik pedig a szokásos, hogy a Városháza előtti Hősök terén kerül megrendezésre. A szokásos kisebb-nagyobb programok mellett az idei sztár föllépő az a Balkán Fanatik lesz, és utána természetesen további szórakoztató programok, majd augusztusban 13-án a Dunaparton, az Altaripa Szabadidő Központban pedig a Bárka Fesztivál, ahol a Budapest Bár és sztár vendégei lesz a fő produkció. Előtte persze halászlé, főzőverseny, gyerekprogramok, eszemiszom és egyéb, ami szokásos ezeken a rendezvényeken. Előfordult, hogy több napos, de az idén egy napra koncentrálunk. Legfőjebb olyan összekapcsolás lesz, hogy előtte délután este kiállítás, megnyitó, esetleg valamilyen zenés rendezvény már lenne a Dunaparton, diszkó vagy ilyesmi előfordul, de inkább úgy gondoljuk, hogy az egy nap. A Városnapja is, és a Bárka Fesztivál is már tavaly is körülbelül 800 ezer embert hozott ide az udvarba. Úgy gondoljuk, hogy ez mindenképpen meg kell, hogy legyen az idén is. Bármelyik helyszínen is rendezzük, de a Dunaparton a lehetőségeink nagyok, és mivel augusztus elején lesz, ez még valószínűleg nem visz el ez a nap másfelé sok tolnait, hanem ezen a rendezvényen jelennek meg és szórakoznak majd. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!